Érdekességek a mikrobákról. A bélrendszerünkben élő mikrobák súlya hasonlóan az agyéhoz átlagosan 1,5 kiló. Nagyon sok fontos feladatuk van. Segítenek az emésztésben, az immunrendszer betanításában, a betegségek leküzdésében, sőt talán még a viselkedésünket is befolyásolják. Például a beleinkben élő mikrobák határozzák meg, hogy egy fájdalomcsillapító káros-e a májunkra. Rajtuk múlik az is, hogy a szívünk kezelhető-e egy adott gyógyszerrel. Muslicák esetében a mikrobákon múlik az is, ki kivel párosodna inkább. Emberekre ezt még nem bizonyították, de ez talán csak idő kérdése. A bőrön lévő mikrobák, pontosabban az általuk keletkezett anyagok határozzák meg, hogy a szúnyogok kerülnek-e bennünket, vagy éppen ellenkezőleg. Ameddig két ember kromoszómái 99,99%-ban megegyeznek, addig a bélflórájukban lévő mikrobiom már csak 10%-ban. Egy felnőtt ember mikroba közösségének az összetétele rendkívül stabil. Ez még az egyháztartásban élő emberek esetében is így van, holott hasonlóan táplálkoznak. A mikrobák nagy mértékben meghatározzák valaki testsúlyát is. A mikrobiom vizsgálatából 90%-os biztonsággal meg lehet mondani, hogy valaki túlsúlyos-e. Ugyanerre a kérdésre a DNS vizsgálata csak 60%-os pontossággal tud felelni. A legújabb kutatások bizonyították, hogy mikrobákkal gyógyítani is lehet. Például összeállítható olyan mikroba közösség, amely megakadályozta kísérleti egerek elhízását. Más esetben idült hasmenésben szenvedőket napok alatt meggyógyítottak, egészséges emberek beléből származó széklet átültetésével. A bélflórájuk olyan lett, mint a donoré, és olyan is maradt. A mikrobák kutatása egy izgalmas és előremutató tudományág.